Sziasztok, én Ádám vagyok, ez pedig itt a Weekly Fix. A mai adásban eláruljuk, hogyan kapcsolódik egymáshoz a Solo és a Zsivány 1-es története, hogy milyen apró hiba miatt lett borzasztó az Aliens Colonial Marines, hogy mivel fenyegeti az Európai Parlament a Google-t, és hogy melyik animációs sorozat tér vissza a képernyőkre 5 év kihagyás után. Hogy is szokta ezt Ditke mondani? Ó, csapassuk! A Visceral stúdió bezárása miatt még mindig sajog a szívünk, pláne most, hogy kiderült, a csapat jó ideje tervezte a Dead Space 4. részének elkészítését. A stúdió egykori kreatív rendezője Ben Wanat egy interjúban elárulta, hogy a Dead Space 4 az utolsó epizód reménytelen végkifejlete után vette volna fel a történetfonalát, a játékmenetet pedig nyitottabbra tervezték. Ettől függetlenül megmaradt volna az erős sztori, mint vezérfonál, de például az űrutazáshoz az üzemanyagot többek között elhagyatott űrállomások felfedezésével lehetett volna beszélni. A fegyverfejlesztés rengeteg kombinációs lehetőséget kínált, és rengeteg mindent megtudhattunk volna a nekromorfok eredetéről. Főszereplőnek nem Isaacet, hanem Elit szánt a stúdió, de sajnos ebből a projektből már nem lesz semmi. Az EA ugyanis tavaly bezáratta a Visceral Games-t. A bosszúállók jövőre érkező 4. része minden szálat elvar, és pontot tesz a Marvel moziverzum első évtizedének végére. Kevin Feige producer egy interjú során árulta el, hogy a jövő májusban esedékes film nem egyszerűen a Végtelen háború közvetlen folytatása lesz, hanem egy határozott, kerek, drámai lezárása mindennek, ami a Vasember első része óta történt. Feige a Jedi visszatér befejezését hozta fel példának, ami számára a mai napig a tökéletes búcsút jelenti, és azt ígérte, hogy egy a képregényfilm műfajában sosem látott esemény áll előttünk, melyet új színészek és új történetek követnek majd. Rekord méretű bírságot szabott ki az Európai Parlament a piaci helyzetével visszaélő Google-re. A vállalat hosszú évek óta hadban áll Brüsszellel, akik szerint az Android által etikátlan módon szerez üzleti előnyt a kereső cég. A Google csak abban az esetben látja el a mobileszközöket alkalmazásboltjával, a Google Play-el, ha a partnerek alapértelmezetten az ő böngészőjüket és keresőjüket telepítik a készülékeikre. A Mamut cég ezzel komoly lépés előnyt szerez a konkurenciával szemben, ám a gyártókat beskatujázza. A vizsgálat régóta folyik már, ám most 4,34 milliárd euró fizetésére kötelezték a Google-t, valamint 90 napot adtak nekik, hogy ezeken a módszereken változtassanak. John Kasdan, a Solo forgatókönyvírója elárulta, hogy eredetileg volt némi kapcsolat filmje és a Zsivány 1-es között. Az írót Twitteren faggatták a rajongók a film különböző rejtett utalásaival kapcsolatban, ahol Kasdan elmondta, hogy a Zsivány 1-esben szereplő Saw Gerrera bandájának egyik tagja, Adrio Two Tubes is feltűnt a Solo-ban, mint Enfys Nest egyik embere, de a felvett dialógusok végül nem fértek bele a filmbe. Kasdan azt próbálta érzékeltetni, hogy a Zsivány 1-es előtt 10 évvel játszódó filmben még kalózként feltűnő karakter később Gerrerán keresztül a lázadók berkeiben köt ki, ezzel is jelezve, hogy Enfys és bandája jelenti a lázadás egyik gyökerét. Hiába tűnik úgy, hogy Battle Royale móddal bármit el lehet adni, a The Calling 2 fejlesztői most saját bőrükön tapasztalták meg ennek ellenkezőjét. Némi meglepetésre július 10-én megjelent a The Calling folytatása, ám arra minden bizonnyal a Xavier Games sem számított, hogy a premier napján mindössze 249-en próbálják ki PC-n a programot. Pár nappal később teljesen elnéptelenedtek a szerverek, így a cég jobb hián úgy döntött, hogy bocsánatot kér a játékosoktól, és visszahívja a digitális boltokból a The Calling 2-t. Helyett előveszik a rendesen soha be nem fejezett első részt, és miután kipofozták, free-to-play formában próbálják meg újraéleszteni az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Akik már megvásárolták a The Calling 2-t, azok természetesen visszakapják a pénzüket. A semmiből érkezett, és azonnal fel is robbantotta az internetet a hír, miszerint 5 évnyi hiátus után végre folytatódhat a Star Wars a Klónok háborúja című animációs sorozat. A népszerű széria annak idején rendkívül hirtelen és dicstelenül ért véget, amikor 6 évad után tisztességes lezárás nélkül kaszálták el. Az azóta eltelt időnek köszönhetően egyre kevesebben bíztak benne, hogy a sorozat valaha folytatódhat. Éppen ezért volt óriási meglepetés, amikor Dave Filoni alkotó nem csak a 7. évad bejelentésével, de rögtön egy előzetessel is meglepte a rajongókat a Comic-Conon. Ezt a trélert a csatornánkon is megnézhetitek. Az Aliens Colonial Marines 6 évig készült a Gearboxnál, mégis rossz játék lett belőle, amiben úgy tűnik, hogy egy figyelmetlenség is komoly szerepet játszott. A Colonial Marines egyik legnagyobb problémája ugyanis az volt, hogy a mesterséges intelligencia borzasztóan ostoba volt benne. A filmekben félelmetes és legyőzhetetlennek tűnő alienek a játékban könnyen aprítható ellenfelekké fejlődtek vissza. A kódsorokat átúró játékos most azonban észrevette, hogy a gépi ellenfelek pozícionálásáért, viselkedéséért, útvonalkeresésért,
felelős parancsba gépelési hiba csúszott. Tether helyett Tietert írt a felelős szakember. A parancsot javítva jelentősen javul a xenomorfok viselkedése a játékban, sokkal agresszívebbek lesznek, a környezetet kihasználva pedig ügyesen bekerítik a rohamosztagosokat. Volt persze más probléma is a Colonial Marines-szel, de ezzel egyet gyorsan ki is pipálhatunk. Ennyi volt erre a hétre a Weekly Fix, én megköszönöm a figyelmeteket, de ne feledjétek, a Comic-Con-nal kapcsolatos minden videót és bejelentést megosztunk veletek a weboldalunkon és itt a YouTube csatornánkon is, úgyhogy figyeljetek az IGN News-okat és természetesen a következő Weekly Fix-et is. Sziasztok!